81 praxis közösség nyert támogatást idén a három generációval az egészségért pályázaton, ebből három Nyíregyházán. Az 5,4 milliárd forintos visszanemtérítendő forrásból átlagosan 67 millió forintot kaptak a praxis közösségek. Ezek kiemelt célja a prevenció, a szűrések és az egészségtudatosság erősítése. A praxis közösségek célja a prevenció, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, a rizikófaktorok felmérése, a lakosság egészségtudatosságának erősítése, az onkológiai szűréseken való részvétel növelése, valamint a gyerekek egészséges életre nevelése. De fontosnak tartják a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat is a 40 és 65 éves korcsoportban. A 81 nyertes praxis közösségben 465 házi orvos dolgozik, a pályázaton Nyíregyháza is jól szerepelt, három közösség is kapott az összesen 5,4 milliárd forintos forrásból. Ezt a hagyományos éves praxis találkozón is kiemelték a szakemberek, valamint a tervekről is beszámoltak. Nagyon örülünk, hogy a városvezetést nagyon érdekli és értékeli az, hogy itt három praxis közösség elnyerte egy tekintélyes összegű támogatást, és a számításaim szerint itt idestova ez a lakosságnak az egy negyede. Tehát ha itt egy évig egy nagyon komoly betegség megelőző program indul, ez nagyon szépen meg kell majd látszani az emberek egészségi állapotába, és ráadásul együtt kívánunk működni az önkormányzatnak, meg a kórháznak, meg az intézmények, más intézményekkel is, és ezzel megbeszélés erre egy kiváló alkalmat jelent, hogy hogy lehet most már mi nyertes pályázók együtt működni egy jó éven át. A pályázat kiírója azt szeretné, és reméljük, hogy így is valósul meg, hogy a hagyományos egypraxis rendszerű, egyorvos, egypraxis rendszerű betegellátás megváltozzon. És egy úgynevezett praxis közösségekben gondolkodik, ami azt jelenti, hogy a kompetenciát, tehát hogy mennyit tud elvégezni az a közösség, kiterjeszti. És több orvos, több igényes műszer tud beszerezni, esetleg az anyagi eszközök alkalmat kínálnak arra, hogy olyan szakorvosokat vegyenek igénybe, amit úgy egyébként egy-egy praxis nem tud. Tehát mindenképpen egy magasabb színvonalú betegellátást, és így alakultak ezek, mert a pályázat kiíró praxis közösségeket szeretett volna, minimum 5, de nagyobb praxis közösségek is alakulhattak, például a miénk, ami gyermek túlsúlyú, 10 orvosból áll, összesen 35 fő, aki együtt dolgozik egy évbe. És ezeknek az együttes munkájának az eredményeként ezt nagyon szeretnénk, és bízunk abban, meg most is minden nap azon vagyunk, hogy ez látszon is az emberek egészségi állapotán. A kompetencia kiszélesítésével a betegek több szolgáltatást kapnak az alapellátásban, mivel ezentúl forrás és eszköz is rendelkezésre áll, tette hozzá dr. Újhelyi János, valamint a páciensek könnyebben juthatnak olyan szakorvosi segítséghez, amire korábban akár hónapokat is várniuk kellett. Egyrészt a kompetencia kiszélesítésével több szolgáltatást kapnak az alapellátásban, mert van rá pénz meg műszer, másrészt meg könnyebben jutnak olyan szakorvosi segítségre, ami egyébként több hónapos várakozást jelent. És nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a betegség megelőzésre történő felvilágosító, egészségnevelő munka minél hatékonyabb legyen, és ebbe veszünk igénybe társszerveket, akik szintén ebben érdekeltek, mint például a kórháznak az egészségnevelés osztálya. Nyíregyházán két felnőtt és egy gyermek praxis közösség működik. A megyeszékhelyen az elmúlt időszakban 9 orvosi rendelőt újítottak fel. A közeljövőben egy újat alakítanak ki a Fenyő utcán, a Csillag utcán pedig 4 új rendelőt és védőnői szolgálatot hoznak létre. 9 orvosi rendelőt megújítottunk. Kezdődött a Pirosház, illetve a Józsefvárosi rendelők felújításával, és most is vannak futóprojektjeink. A Fenyő utcán kialakítunk egy orvosi rendelőt, illetve a Csillag utcán ott 4 rendelő lesz, és védőnői szolgálat is. Tehát ezek az infrastruktúrális fejlesztések, Bukréta utcán is,
fordítunk, ami az alapellátáshoz kapcsolódik. Emellett több olyan projektünk folyik, ami érinti a lakosság egészségügyi ellátását közvetlenül vagy közvetve. Tehát például az integrációs programunk a Huszártelepen, ami szintén kapcsolódik ahhoz, hogy egy egészségtudatosabb életmód terjedjen el teljes körülön Nyíregyházán. De hát emellett elindítottuk az ETAP-ot, az egészségügyi támogató alapot, ahol eddig közel 70 millió fejlesztés történt. Általában fele-fele, tehát felét az önkormányzat biztosította saját forrásból, felét a pályázó házi orvosok. Itt leginkább a műszerbeszerzést preferáljuk, ott 60%-os támogatást adunk, van ahol 50-et, van ahol 40-et, és most is meghirdettük az ezévit. Tehát folyamatosan történnek az elmúlt 6 évben olyan fejlesztések, amiknek az eredményeként én azt gondolom, hogy sokat javult a infrastruktúrális háttér. Szeretnénk az orvosok munkáját így is segíteni, de az orvosok munkán keresztül természetesen a nyíregyháziak ellátásának a javítása a cél, és emellett vannak olyan projektjeink, amik mindig konzultáció eredményeként indulnak el. Ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy 2011-től minden évben találkozunk, és én is részt veszek ezeken a megbeszéléseken, a kórházvezetés, a városvezetés és a háziorvosok együtt, és természetesen mindig az aktuális kérdésekkel foglalkozunk.